A hun-magyar rokonság kérdése a mai napig egy olyan téma, ami rendszeresen megfordul a hétköznapi beszélgetések témájaként, mégis kevesen foglalkoznak annak tudományos hátterével. Ebben a videóban erre fogunk most kísérletet tenni. Ha a hun magyar rokonság kérdését akarjuk megvizsgálni, érdemes meghatározni a rokonság mikéntjét is. Ez lehet hagyományokra épülő rokonság, de lehet genetikai is, ami magára a népre vonatkozik, de a nyelvrokonság és a kulturális rokonság kérdése is egy fontos tényező. Népek esetében a rokonság lehet közös származás alapján, tehát mondjuk két népnek egy közös hőse van, de akár népkeveredésről lehet beszélni, ami miatt két nép rokonságáról lehetne beszélni. Ha az egyik nép egy része beolvad a másikba, olyankor beszéltünk viszont folytonosságról, de más szakirodalmi megnevezés szerint ezt azonosságnak is tartják. A hunok esetében beszélhetünk szűkebb értelemben Atilla hunjairól, vagyis az európai hunokról, illetve a Hun Törzsövetséget magába foglaló heterogén népcsoportokat magába foglaló népről. A hun magyar rokonság vizsgálatánál az elsődleges szempont, ami mindig képbe jön, az a közös származás kérdése, ami az elmélet egyik alapillére. A középkorban már már hagyományá vált a két nép rokonítása, és a 19. századig még a magyar irodalom is erőteljesen romantizálta ezeket a régi hagyományokra épülő történeteket. De nézzük meg azt, hogy a hun magyar rokonság hogyan kerül megemlítésre a történelemben, és nézzük meg az ehhez kapcsolódó kutatói eredményeket. A magyar nemesség a 19. századig hagyományszerűen őrizte a hun magyar származás gondolatát. Forrásainkban először Anonymous Gesta jelent meg a magyar őstörténet összefoglalásában, hogy a pogány múltat pozitív értelemben ábrázolják. Ez talán annak tudható be, hogy 1230-ban a domonkos szerzetesek Anonymous munkája nyomán szereztek arról tudomást, hogy az őshazában magyar néptöredékek élnek még. A szerzetes a munkájában kifejtette, mi szerint Ámos és az úgynevezett Árpádház őse Attila. Mivel Anonymous nem konkretizálja ezt a feltevését, már felmerült egyes kutatói vélekedések szerint, hogy akire a szerzetes gondolt, nem a hunok, hanem az avarok királya volt, akit 7. Konstantin is megemlít levelében. Ákos nembeli Ákos szerzetes folytatta Anonymous munkáját. A korszakában élt főnemesi családok múltját szépítette és kiemelkedően nagy hangsúlyt fektetett a kalandozások korának bemutatására. Kézai Simon volt, aki a hun származás tudatát megalapozta a Gesta Hunnorum et Hungarorum című munkájában. A benne levő regék, mondák, vitatárgyát képezik, hogy ezek szóbeszéden forgó történetek, vagy Kézai saját írásai voltak-e. A történetekben a magyarok bibliai környezetet kapnak, és a szóban forgó eredetmondában, Szkétiában élnek. A magyarok leírását követően ismerteti a hunokat, mint a magyarok elődeit, azonban ez sokkal inkább irodalmi alkotás, mint sem tudományos. Számos helyen ki van domborítva, át van alakítva több esemény, ezáltal a bizonyos személyek életútja is eléggé eltér a valóságtól. A csodaszarvas története is csupán egy magyar eredet monda, ami a steppei népek eredet történeteinek esetében is több változatban fennmaradt. A nyelvészek egy nagyon szűk csoportja szerint a Hunor-Magor testvérpáros említésével nem a Hun-Magyar, hanem az Onogur-Magyar rokonságot erősítette kézai. Ezt azzal is igazolták, miszerint Csaba királyfi sem lehetett Attila fia, mert egy történelmi forrás sem említi őt, mint Attila fiát, ráadásul a személye még az avarokra sem vezethető vissza. A legelfogadhatóbb magyarázat, hogy egy 10. századi magyar vagy székely hagyományból maradt fenn az ő története. A 14. századra többen átvették kézai hun magyar eredet történetét, és a későbbi turóci krónikában is megjelenik, kibővítve. Az első tudományos munka 1774-ben jelent meg Praha györtől latinul Történeti felülvizsgálati értekezés a hunok, avarok és magyarok ősi éveiről címmel. Ebben az írásban tudományosan értekezett a magyarok, hunok és avarok származásáról. A munkájához a létező összes forrást felhasználta. A Hun-Avar magyar folytonosság ki lett egészítve annyival, hogy szerinte a hunok Európába vonulását követően az érkező magyarok azonosak a kínai évkönyvben szereplő turkokkal, másik nevükön a türkökkel. A hun-magyar rokonság felülvizsgálatára a finnugor rokonság tudományos megalapozásának időszakában került sor. Hun Falvi Pál volt az első, aki cáfolta ezt a kijelentést a 19. század második felében. Hunfalviék meg úgy hitték, hogy népek rokonságát meghatározza a rokon beszélése és a közös származás. Ráadásul a mondákból lekövetkeztethető valós elemek nem feleltek meg a finnugor nyelvészet eredményeképp meghatározott finnugor ős hazaelméletnek. A 20. századra az, hogy a hunok rokonságban álltak volna a magyarokkal, egy teljesen elvetett téma volt. A vita természetesen a 20. század második felétől folytatódott. Nagyon sok történész tagadta, hogy a hunok és a magyarok rokonságban álltak volna egymással. Kristó Gyula 1994-ben úgy határozta meg ezt a rokonságot, mint középkori, politikai célból létrehozott rokonsági elméletet, ami külföldi mintára alakulhatott ki és jelent meg Magyarországon a 12. században. Rónatas András szerint a hunmagyar rokonság ismerete már a 11. században is jelen volt, mint hatalmi legitimációs ok. Ugyanis a szóban forgó Attila kardjának átadásáról van szó Ottó Bajor hercegnek. Mint tudjuk, az a fegyver biztosan nem a hun király kardja volt, mégis hozzá kötötték, hogy az övé volt. Hóman Bálint ugyanakkor megerősítette, hogy a magyarok nem ismerhették azokat a külhoni forrásokat, amikből átvették volna a hun magyar rokonság történeteit. Több másik kutató elismeri, hogy a hun magyar rokonságnak csupán töredéke, de elképzelhető, hogy van némi valóság alapja, ezért csak részleges folytonosságként említik a hun magyar rokonságot. Mivel sikerült igazolni, hogy a finnugor és az elmélet nem felel meg a valóságnak, ezért a nyelvészek már csak finnugor nyelvrokonságról beszélnek a magyar nyelv kutatását illetően. Mivel a magyar őstörténetben még mindig számos kérdés van, továbbá sikerült kikövetkeztetni, hogy a krónikák a hunmagyar rokonságot Turul dinasztia beli szájhagyományra vezeti vissza, ezért a Hun magyar rokonságot tudományosan igazolni konkrét adatok hiányában nem lehet, és éppen ezért annak létezését sem lehet tagadni. A finnugor rokonsággal ellentétben a finnugor nyelvrokonság tehát nem tagadja, hogy a hunok esetleg valóban a magyarok elődei lennének, vagy azok rokonai. Hun magyar nyelvi rokonságról viszont nem lehet beszélni. A hunok nyelvét nem ismerjük a mai napig. Néhány szó maradt fenn, ami alapján a 19. századi kutatók türk eredetű nyelvnek tartották a hunokét. Német Gyula szerint a köztörök nyelvcsaládhoz tartozik a hun nyelv. Ezen kívül még sok másik néphez köztük a mongolokhoz és azok nyelvéhez is igyekezték rokonítani a hunokat, de eddig szinte semmit nem tudtak ezzel kapcsolatban igazolni. Detre Csaba 2003-ban állított össze egy hun szójegyzéket az úgynevezett Iszfaháni kódex alapján. Ezzel az egésszel csak az az egy baj van, hogy ez az állítólagos kódex nem létezik. Mikor Detre Csaba előállt a szójegyzékkel, a történettudományi körökből több megkeresést is kapott, hogy szeretnék látni a kódexet, azonban ilyen jellegű lépésre a mai napig nem került sor mivel a kódexről ráadásul semmilyen adat nem áll rendelkezésre továbbá, hogy még a múltból sincs semmi olyan forrás, ami igazolná ennek létezését, így az iszfaháni kódex egy kitalált magyar őstörténeti forrás, de Tresz szójegyzéke pedig egyszerű hamisítvány. Sándor Klára 2011-ben dolgozta ki a magyar-török kétnyelvűségi elméletét, amiben már a genetikai kutatásokat megelőzően nyelvészi oldalról megerősítette, hogy a genetika és a nyelv, a nyelvrokonság két elszakítható dolog, nem feltétlen azonos egymással. A hunok és a magyarok esetében kulturális rokonságról lehet beszélni. Mindkét nép állattartó volt, nomád életmódot éltek, a magyarok harcmodora is hasonló volt a hunokéhoz, ráadásul a magyar kalandozások, fosztogató hagyáratok pedig a nyugati keresztény államokat mint hunok stratégiájára emlékeztette. És itt jönnek szóba azok a külföldi források, amik a magyarokat gyakran hunokként emlegették. Nos, talán ez is lehetett az egyik oka, hogy így nevezték a magyarokat. A hasonló életmód és kultúra miatt de számos olyan ország, aminek a szomszédságában nomád életmódú keletről jött népek éltek és időnként fosztogattak náluk, azokat szinte mind hunoknak nevezték. Így illették főleg a magyarokat és az avarokat. A magyarok külföldi megnevezése az Onogur nép nevéből származik, aminek különböző alakváltozatok kialakulásának köszönhetően jelent meg a ma is használatos elnevezés a hazánknak. Ungarn, Hungary. És jöjjön a leginkább nyugtalanító kérdés, a genetikai rokonság kérdése. Neporázki Endre PHD disszertációjában tette közzé a Szegedi Tudomány Egyetem kutatójaként a 2017-ben végzett kutatási eredményét. A genetikai vizsgálathoz a létező legkorszerűbb eszközöket használta, hogy árpádkori sírok leleteit vizsgálhassa meg. A kutatást mitokondriális DNS-en végezte el, ami volt a kép csak anyai ágon öröklődik. Az eredmény megdöbbentő a honfoglaló magyarok lehetséges őseinek 42,7%-a skandináv germán, 41,5%-ban vagy vagyis ázsiai hun, 6-7%-a közel-keleti kaukázusi, 2,2% a szláv, a maradék 6,7% pedig egyéb európai származású lehetett. A kutatás eredménye végképp elveti a finnugor rokonság elméletét és megerősíti, hogy Árpád népe valószínűleg az ázsiai hunok egyik kivált csoportjából származik, akik az európai sztyeppék felé vették az irányt. Neporácki ugyan távol áll a nyelvészettől, ám kihangsúlyozta, hogy ez volt a kép megerősítheti azt is, hogy a magyarság türk nyelvrokonsága a domináló tényező egészen a Kárpát-merencébe érkezéséig, ahol a finnugor nyelvrokonsághoz kapcsolódó szavakat a székelyektől veszik át a honfoglaló magyarok, akik előtt már korábban letelepedtek az új hazában. A finnugrista nyelvészek és történészek körében erős kritika fogalmazódott meg. Klima László szerint ellentmondásos a diszertáció, míg Rónatas kijelenti, hogy a diszertáció sikeresen elválasztja a genetikai rokonságot a nyelvrokonságtól, ugyanakkor a nyelvrokonsági kérdéssel maga sem tudott egyetérteni. A kutatók ugyanakkor nem vették figyelembe, hogy Neparácki korábbi iskolai tankönyvi példákat hozott hipotézisként fel a diszertációban, amiket sikeresen megcáfolhatott. Az iskolai tankönyvek zöme ugyanis a finnugor származás elméletet tanította sokáig, még akkor is, miután a kutatók megállapították, hogy már csak a nyelvrakonsági elmélet állja meg a helyét, a származás elmélet már nem. Klima László hogy a genetikai kutatás az nem perdöntő bizonyíték arra vonatkozóan, hogy egy adott nép milyen nyelvet beszélt. Neparácki kutatása voltak épp egyedül a skandináv germán vonalra nem tér ki részletesen, illetve általános következtetéseket vont le a honforraló magyarok nyelvrokonságát illetően. Ettől függetlenül az eredmény igenis magáért beszél. Fóti Erzsébet és kutatótársai 2020-ban végeztek egy DNS vizsgálatot, de ők az apai ági Y-kromoszómákat vizsgálták a honfoglaláskori sírokból gyűjtött heterogén minták alapján. Így három komponens tudtak megállapítani. Az első komponens az Urál hegység környékéről Baskíriából származik, a második belső Ázsiából az egykori Siungnu birodalom területéről és egy vegyes harmadik komponenst. A konszenzusra jutás emiatt a sokrétű probléma kör miatt nehézkes, Ramsis Ignác 2017-ben Magyarország történetét összefoglaló munkájában Gróf Zicsi István őstörténeti megállapítását vette alapul, miszerint a magyar nép törökös műveltségű és hasonló kultúrájú nép volt, a finnugor nyelvcsaládhoz köthető kifejezései a velük szimbiózisban élő voguloktól és osztjákoktól nyelvcsere útján juthatott hozzá. A konszenzusra jutás egy másik nehézsége a politikai töltete a dolognak. A 19. század vége óta, aki a finnugor származás elméletet, vagyis a nyelvrokonságot részesíti valósnak, az baloldalinak, szélsőséges esetben hazaárolónak, nemzetárolónak neveztek. Aki viszont a régmúlt dicsőségét emlegette és tagadta ezen kutatási eredményeket, még akkor is, ha nyelvészeti vonatkozás tekintetében volt némi valóság alapja, azt pedig a politikai turanizmus és a jobboldaliság képviselőjének tartották az már megállapítható, hogy a honfoglaló magyarok genetikailag igenis rokonságban állnak az ázsiai hunokkal, kultúrájukat és elveiket tekintve hasonló életmódot folytattak. Nyelvük ugyanakkor nem volt azonos, a hunok nyelve a mai napig nem ismert. A középkori hun magyar rokonsági mondák és történetek valóságára kevés adatunk van, amik sokkal inkább a szájhagyományban ránk maradt fiktív történetekként foghatóak fel, mint sem kész tényként. A megállapítások mellett természetesen hiába kerültek megválaszolásra a kérdések, újabb kérdéseket vetnek fel. A skandináv-germán genetikai rokonság mely népekre terjedhet ki például, vagy épp a finnugor nyelvrokonság mellett felvonuló türk nyelvrokonsági kérdés mennyire válik aktuálissá egy genetikai vizsgálat tükrében.